hál' Istennek nem épült meg ez a nagykörúti csatorna, tehát nem Velence lett volna, hanem inkább olyan, mint Birminghamben volt, vagy van még mindig. Ötlete az volt Reiter Ferencnek, amikor kitalálta azt, hogy itt a középkori Dunaág helyén folyjon egy csatorna, hogy akkor majd ennek a csatornának a partjára fognak települni a különböző ipari létesítmények, kereskedelmi létesítmények, egyebek, amelyeket aztán könnyen meg lehet a Dunáról közelíteni, hiszen ugye ebben az időszakban a fő közlekedési áruszállítási út a Duna volt, tehát Dunán jöttek föl pont eddig az uszályokon a gabona és egyéb más termények, és ugye ez egy nagyon jó pofa dolog lett volna, ráadásul azzal, hogy a körúti kijöttek volna, pontosan a körút helyérítésítő csatornák ki kijöttek volna a vasúti pályaudvarok, a nyugati, a keleti, ezzel meg lett volna oldva az egész kérdés logisztikailag. A Budapest belső részén lett volna, hogy ahol lakik a polgárság, és akkor azon túl van a kereskedelem, főleg logisztika, ipari létesítmények, malmok, egyebek, gyárak, stb., és azon kívül lakik a munkásság. Tehát egyfajta ilyen erős társadalmi megosztást hozott volna létre, illetve funkcionális megosztást. Másrészt, hogy a belváros bezárta volna egy elég kicsi körbe. Egyébként ezt az egész elképzelést Reiter Ferenc nagyjából 2 év után feladta, és ő is azt kezdte el pártolni, hogy a nagykörút épüljen meg, hiszen a nagykörút pont az ellenkezője. Akkoriban divatos volt ugye Párizs nyomán ez a fény, a levegő, a zöld, és ugye Budapestnek nagyon pici utcáskái voltak, és ugye Andrássy Gyula meg is fogalmazta 1868-69-ben, hogy ez a város ahhoz képest, hogy ilyen szép síkságon terül el Pest, ehhez képest ilyen zsúfolt picit, pedig van hely, akkor csináljunk bele helyet. Nagykörút az nagyon-nagyon lassan épült meg, tehát elkezdték valamikor 1870 környékén, és igazából a világkiállításra 26-28 évvel később épült meg a 1896-os világkiállításra fejeződött be, és az első időszakában gyakorlatilag egy csődtömeg volt. Alig épült föl valami a mostani Szent István körút helyén, ott malmok voltak és egyebek, tehát a mostani Víg Színházon és az a környék az egy olyan iparterület volt, mint most a Boráros tértől délre találhatunk. És aztán az Oktogon környéke épült még be a sugárút építése kapcsán, de nagyjából az igazi építkezések valamikor az 1880-as évek közepe vége felé zajlottak le, tehát olyan 12-13 évig ez egy csőttömeg volt, nem történt itt semmi. Eredeti ötlet az volt, hogy az állam segít, és akkor a befektetők építenek, adókedvezményeket kaptak, egyebeket építenek. Hát ehhez képest az, hogy a déli szakaszán már gyakorlatilag a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, amelyik építette ezt, az volt a kivitelezője, építője ennek a résznek, mert itt már nem volt tőke, elfogyott a tőke. Iszonyatos építkezés volt ez. Tehát le kellett bontani az akkori nyugati pályaudvart, ami pont beleesett a nagykörútnak az ívébe. Laktanyákat kellett lebontani, tehát ez egy hatalmas nagy forrásigényű fejlesztés volt. Azon kívül ugye a déli részen elsősorban, de már a középső részen is, a fejlesztők nem akartak fejleszteni, nem vették meg a telkeket, hiába voltak kialakítva, tehát a Fővárosi Közgatanásnak meg kellett venni a telkeket, és úgy találni rá befektetőket, hogy gyakorlatilag kialakította a késztelket, infrastruktúrát, minden egyebet. Számtalan terv született arra, hogy mit kéne még építeni. Ha valaki tervez és nem érzi a költségeknek a súlyát, akkor gyönyörű szép épületeket tervezi. Tehát volt itt terv mindenfajta felhőkarcoló, nagyobb épületekre. Ezek egy része piciben meg is épült. Tehát a New York palota, mint egy nagyon-nagyon reprezentatív épület. Aztán a mostani Corvin áruház, ami most nem látszik rá, de ez egy nagyon-nagyon szép reprezentatív épület volt. Az építkezést azt is erőteljesen megszabta, hogy ugye erre az időszakra kiegyezéstől mondjuk az első világháború közepéig, tehát 16-ig tartó időszakra, ugye a magyar történelme megkezdett, mint ilyen egy nagy léptékű, sikeres időszakra gondol, ez tel is tele volt válságokkal, és az első válság éppen a kiegyezést követően ütött be, a második pedig pont a világkiállítás környékén, és ezek jó sokáig eltartottak. Hát igazából nagyon szép tervek voltak, de a gazdasági racionalitás ezeket mindig fölülírtam. Nem lett belőle Chicago.
nagy körút az egy nagyon-nagyon hosszú. Ezt mindig elfelejtjük, de 4-es, 6-ossal végigmegyünk, akkor az relatív gyorsan megy, de kétszer olyan hosszú, mint az András út, és az András út is nagyon hosszú. Sose volt akkora tőke, hogy ezt egyszerre egyfajta stílusban és egyfajta társadalmi réteg számára alkalmassá vagy kívánatossá tegyenek. Mindig voltak szakaszai, az András útnak is különböző szakaszai vannak, Nagykörútnak is különböző szakaszai vannak. Mindig is egy sokkal elegánsabb része volt a Szent István körül, illetve hát ugye az Oktogon és környéke, ahol hát ott volt az Abbázia kávéház, a Japán kávéház, számtalan kávéház, de egyébként az Aradi utca környéke már akkor is egy ilyen Legújok és Csehúk környéke volt, tehát azért ott megvolt az a relatív kis közelségben a szolgáltatások széles spektruma a mulatozni vágyók számára, a nagyon-nagyon drága, gyakorlatilag egy embernek a kétnapi, háromnapi napszámába kerülő kávétól kezdve egészen ugyanennyi pénzért már hölgyekkel és töménytelen mennyiségű alkohollal bíró és szolgáló létesítményekig.